Azért szerveztünk egy ilyen akciót, és azért álltunk mi is az élére ennek a folyamatnak, mert úgy látjuk, hogy a kis településeken komoly szükség van az önök munkájára. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a falu és tanyagondnoki képzése jelentkezőket. A Tolna megyei önkormányzat idén indította el először ezt a tanfolyamot, amire több mint 20-an jelentkeztek. A kurzuson felkészítik a tanulókat az alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, a hivatalokkal, szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra, az élethelyzetből adódó problémák megoldására, emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, a hagyományokkal és az összefogás erősítésére, közösségi alkalmak megteremtésére. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy nagy reményeket fűz a képzéshez. Az anyagi helyzet a kis településeken a legalacsonyabb szintű. Tehát sok minden halmozottan, úgy hívjuk ezeket, hogy hátrányos helyzet. És ezen a hátrányos helyzeten kell valamilyen módon segítőkezet nyújtani, és azt gondolom, hogy ez a falu gondnoki hálózat felépítése, elindítása és szakmai tartalommal megtöltése, ez nagyon komoly segítség lehet. A falu gondnoki szolgáltatás 1000 lakosnál kisebb településeken működtethető, célja, hogy ezen helyek hátrányait enyhítse, legyen szó egyéni vagy közösségi szintű szükségletekről. Nyilván a hétköznapok fogják eldönteni, hogy mibe kell segíteni, de én úgy fogalmaztam meg most a megnyitón is, hogy leginkább az a fontos, hogy egy emberséget és egy pozitív hozzáállást tudjunk átadni ezeknek az embereknek, és ők tudják továbbadni a rászorultaknak. A 260 órás elméletet és gyakorlatot is magában foglaló tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik.